Nagy volt a nyüzsgés szombaton a Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény központi épületében, ugyanis hatodik alkalommal szervezték meg az óvodások számára a községi közlekedési versenyt. Az óvoda épület udvarában kialakított közlekedési gyakorlópályán a község 13 óvodájából 3 fős csapat kerékpározott végig. Minden csapat tagnak gyakorlati részt kellett teljesíteni, melyben a zsűri tag pontozta a gyerekeket, a pályát szabályosan kellett végigjárni, a kezeket kinyújtani, körbenézni, a stoptábánál megállni, azon kívül a második részben pedig elméleti rész van, ami most zajlik, és az asztaloknál oldják meg a feladataikat a csapattagok közösen. Elméletből 5 feladatuk van, és reménykedünk benne, hogy a végére a legjobb fog győzni. A mindennapjainkban is megfigyeltük a gyerekeket, hogy mivel kerékpárral közlekednek az óvodáig, hogy ki az, aki a legügyesebb a kerékpározásban. Azon kívül a mindennapjainkban a séták alkalmával megfigyeléseket végzünk, a közlekedési táblákat, a szabályokat, a járműveket, beszélünk ezekről, és így a csoporton belül kiválasztjuk a legjobb csapattagot. A résztvevők oklevelet és kerékpáros sisakot kaptak ajándékba, míg az első 3 helyezett éremben részesült.